Szemtelen törekvéseink következnek a szemmel kapcsolatban. Azt szemrevételeztem, hogy a halak esetében bizonyos esetben húzódik az oldalukon egy csík, amely csík képes elektromágneses hullámokat felfogni, és ez segít nekik a tájékozódásban. És akkor elképzeltem, hogy milyen bazi menő lehet az, hogy így te vagy a hal, mész, hogy akkor hello, és nem mondasz amúgy semmit, és felfogod egy ilyen monokróm képen mondjuk azt a víz alatti domborzatot, hogy mi van körülötted, és ez mennyire jó, hogy egy szinte 3D-s kép kialakul benned arról, hogy hol vagy. Aztán, és nekünk ilyen nincsen, aztán rájöttem, hogy tulajdonképpen a szemünk az ez elektromágneses hullámot fog fel, ami a fény, csak nyilván a látható tartományban. Na de aztán meg visszakanyarodtam oda, hogy tehát a halaknak is van szemük. Most akkor ki nyert több pontot ezen a tájékozódási lottón vagy totón? Egyébként a szem az nagyjából egy ilyen szervből alakult ki, ha jól tudom, és pont a vízben, ugye? Mert hát már a vízben alakult ki az élet, és már ott olyan élőlények kialakultak, amiknek lett szemük. Volt egy ilyen sejtcsoport, ami bizonyos szinten tudta jelezni a fény jelenlétét, illetve a hiányát, ennyi. És már ezzel eldőlt, hogy az az élőlény be tudta lőni, hogy merre van például olyan magasság a vízben, ahol más él, vagy fentebb, vagy lentebb, de neki jobb a vízhőmérséklet, meg illetve a táplálék, és ez egyre nagyon szépen levezetik a kozmosz újraföldolgozásában a Neil deGrasse Tysonnal ezt a sztorit, egy ilyen 15-20 percen keresztül a szemnek a kifejlődését, azt tudom ajánlani mindenkinek, hogy hogyan lett tényleg egyetlen egy ilyen érzékelő sejtből, ami pontosan, amit te mondasz, hogy igazából a hal oldalán is egy ilyen, az a egy pöttyök sorozata, tehát ilyen érzékelő sejtekből álló pöttyök, uh-huh. kis csoportok, és annak a sorozata. Egyébként az, hogy a szemet így tudjuk mi megélni, hogy ez mekkora egy csoda, ez azon túl, hogy igen, így van az mi világunkban, de szerintem olyasmi, mint a negyedik dimenzió kérdése, hogy a harmadik dimenzió, vagy a háromdimenziós létünkben nehezen tudunk elképzelni egy negyediket, sőt, nem is nagyon tudjuk a negyedik dimenziót elképzelni. Most elvileg a téridő a negyedik, nem? De érted, hogy mondjam, térben negyedik dimenzió. És ezért nem tudunk elképzelni például egy olyan érzékszervet, ami még jobb lehet nekünk, mint a szem. Egyszerűen azért, mert nem tudunk kilátni ebből az érzékelésből, és az állatvilágban ugye a látásnak a spektrum is sokkal nagyobb lehet akár, vagy sokkal kevesebb, mint az embernek, de ott vannak például azok az állatok, amik különböző hullámokkal ugye egy radarképet látnak, és az a képet, mi el sem tudjuk képzelni, hogy az alapján ugyanúgy lehet egy tökéletes képet a világról, téged körülvelő világról. Szóval ez nyilván ez a mi szubjektumunk. Igen, de tudod, például a vakoknak ugyanúgy van egy kép a fejében arról a valóságról, ami körülöttük van, csak az nem olyan módon vizuális, ahogyan mi képet alkotunk a fejünkben. Ez így persze kifejezhetetlen, mert én azokról a vakokról beszélek, akik vakon születtek, tehát sosem láttak. Ők is képet alkotnak. Az egy közhely, hogy a további érzékszerveik felerősödnek, hogy ők jobban hallanak. Még ha nem is igaz, a figyelmük nagyobb részben fordítódik a többi érzékszervükre, tehát a bejövő ingereknek akár a tudatot is, mint hatodik érzéket, tehát hogy hát ők is jobban képet figyel befelé akár a gondolataira, vagy az érzéseire. Az a lényeg, hogy ők is képet alkotnak a fejükben. Mm-hmm. Mi persze ettől nem tudunk elvonatkoztatni, mert a kép az nekünk vizuális, hiszen nekünk a bejövő ingereink 80-85%-a egyetlen érzékszervünkből, a fülünkből érkezik. Tehát a szemünkből érkezik, és akkor a fülünkből érkezik szemfüles nagyjából megjegyzés. És a fülünkből érkezik nagyjából 20%, és akkor itt már ott tartunk, hogy a fennmaradó 5%-on osztozik a további három érzékszervünk. Ez a felerősülés azért nem egy városi legenda, tehát ha vannak ezek a szóval deprivációs kamrák. Igen, meg az ilyen érzékmegvonási kísérletek, ahol amint a látást megvonják tőled, akkor elkezd a testet figyelni az illatokra, a zajokra sokkal inkább, aztán megvonják a hallást is, akkor egy idő után már csak az érzékes, a testi érzékelés, illetve az illatok maradnak, és egyre inkább amikor minél kevesebb lehetőséged van így,
hozzájutni külső ingerekhez, annál inkább aztán elindul az agyat gyártani magától, aha. És akkor ez ugye ilyen hallucináció csúcsa. Ha ezt, hogy mi lenne, ha ezt az érzék megvonást kifejezetten a szaglásig butítanák vissza, hogy csak az maradjon, ugyanis ős történetileg az alakult ki először. Hogyha mi elképzelünk valamit, akkor az egy vizuális képzet a mi fejünkben, mondom, mert a tudatunk hát olyan mértékben... Eleve. Igen, olyan mértékben... Igen, ezért is a nyelv is leképezi ezt. Olyan mértékben, hát olyan mértékben szorulunk rá a látásra, vagy olyan mértékben túlsúlyos a látás a bejövő ingereknek a vonatkozásában, hogy mi nekünk ez egy vizuális kép, de annak, aki meg nem lát, mondjuk egy hangos könyvet, egy végighallgat egy született vak, az is képet fog alkotni a fejében, megalkotja azt a képet, ami ott egy, mondjuk egy tájleírás, vagy egy szobának, vagy egy helyzetnek a leírása. Az az ő fejében is képpé áll össze, csak nem vizuális képpé, hanem az ő ingerületeiből összeálló, az ő ingerületei által meghatározott belső térben képződik le. És ha arról van szó, hogy egy táj, akkor ő tudja, milyen egy fa. Ő már megfogott egy fát, és el tudja képzelni annak a méretét, meg a felületét, és egyébként rengeteg dolgot tud a fáról. De ha meg abban a hangos könyvben a rézsellőről van szó, amit még nem tudja, hogy mi az, ahogy a Roland barátom sem tudta, amikor olvasott valami fantasy regényt, és csak a 260. oldalon jött rá, hogy a fogadó a rézsellőhöz az rézsellő, mert hogy az van a kis cégéren, akkor ezzel, hát most mondanám, hogy nem tud mit kezdeni, a hangos könyv őt kihúzza a szarból speciál, mert ott azt fogják mondani, hogy rézsellő, ha csak nem maga a narrációt felolvasó színész is. Hát elkövette ezt a hibát az első 260 oldalon. Az a megfigyelésem még, hogy itt szó volt a dimenziókról. Szerintem az, hogy mi a negyedik dimenzió, az dönti el, aki éppen ábrára veti. Tehát felrakhatsz egy koordinátarendszerbe bármit negyediknek. Értem, hogy kényelmesen, hogy ábrázoljunk egy ilyen téridőt, abban az idő lesz a negyedik dimenzió. Viszont a halaknak a szeme jellemzően, azt hiszem, itt elválnak a ragadozók a nem ragadozóktól, vagy van egy ilyen mém legalábbis, hogy ugye, ha most elképzelsz egy ilyen standard halat, annak a két szeme a két oldalon lesz. Nem előre felé néz, nem tud belőle mélységet és háromdimenziós képet alkotni. Ugyanezt történik a galambal, aki azért néz balra-jobbra folyamatosan, és azért illegeti úgy a fejét, hogy a szemének az előre-hátra, vagy előre és oldalra nézésének a váltakozásával kialakítsa azt a háromdimenziós képet, amit a te két szemed ugyanabba az irányba nézve már meg tud alkotni. Ugye a két szemednek köszönhető a mélység érzékelésed, és ettől tudod eldönteni ránézésre, hogy valami körülbelül milyen távolságra lehet tőled. Nekem például elég nagy különbség van a két szemem közt, ezért elég gyenge a térlátásom, és az kiderült az összes olyan sportnál, pont olyan sportokat, bár valószínűleg az összes ilyen, ha bele gondolok. Szóval bármilyen sportba vágtam bele, ott kiderült, hogy ez azért hiányként jelenik meg. Tehát kívülről látszott, hogy majdnem jól csinálom. Nagyon elszaporodtak a gerei balesetek. Igen, igen. A galambról, ha már szóhoztat, hogy ugye neki van egy olyan érzéke, amit mi el sem tudunk képzelni, nem is hiányzik nekünk, meg jó néhány madárnak van, amikor úgy érzékeli, hogy a föld mágneses mezét és azért az égtájakat elég jól be tudja lőni, tájékozódni azért elég jól tud, jobban, mint mondjuk mi, és hogy erre úgy érezzük, hogy zsigeri vagy érzéki szinten nincs szükségünk, meg el sem tudjuk képzelni, milyen, tehát hol jelenik meg az neki. És valaki ezt annyira szerette volna, vannak ilyen biohacker emberek, tényleg így hívják őket, hogy ő beültetett egy olyan eszközt így a szervezetébe, így azt hiszem, ilyen váddi környékére, ami a sípcsontján azt a kis hártyát így picit megnyomja akkor, amikor ő éjszak fele áll. Ez egy icipicit úgy kellemetlen, de mondta, hogy egy idő után már nem érzi, viszont tudja, hogy éjszak felé áll. Tehát, hogy így beépül beépült az érzékelésébe. A ragadozóknak köztudottan elől van mindkét szemük, mert nekik szükségük van arra, hogy mélységélességet lássanak. Tehát ő nekik szükségük van arra, hogy meg tudják állapítani, hogy milyen távolságra vannak a prédától. Nem a feltétlenül élességről beszélünk, csak mélységérzékelésről. A mélységélesség az a pupillatágulásom, meg a blendén múlik, aha, szóval az egy másik sztori. De akárhogy is, látod a távolságodat attól, amit nézel.
pont azért, mert a két szemed előre áll. Uh-huh. Amikor a két szemed, képet így kapod meg. Igen, amikor a két szemed oldalt van, akkor te nem látod a távolságot, de nem is kell látnod. Viszont 360 fokban látod a ragadozókat, viszont akik épp téged néznek. Igen, és teljesen mindegy, milyen messze van tőled a predátor, te neked az ellenkező irányba kell menekülnöd, tehát nincsen szükséged arra, hogy lássad a távolságot, vagy hogy meg tudjad ítélni, hogy milyen messze van. Uh-huh. Vagy ott ez egy kétállású kapcsoló. A préda vagy lát ragadozót, vagy nem lát ragadozót. Ha nem lát ragadozót, akkor minden oké, okay, akkor lehet inni a folyóból, vagy akkor lehet legelni. Ha meg lát ragadozót, akkor az ellenkező irányba kell futni. Na most ebből a tudásunkból... Hát úszni, ha még a vízben vagyunk, de nem tudjuk. Ebből a tudásunkból az következik, hogy az értelem az bizony összefügg ennek a mélységnek a látásával. Azáltal, hogy elől van mindkét szeme a predátornak, azáltal tud összpontosítani. És ez az összpontosítás, hogy egy helyre figyelsz, hogy koncentrálod a figyelmedet, amire az az állat, amelyiknek a feje két oldalán, két felé néznek a szemeid, nem képes. Nem képes. Nem képes ugyanarra koncentrálni, mert a evolúció eleve nem erre kondicionálta őt. Azáltal, hogy egy helyre nézel, fókuszált a figyelmed, ez nagyon szorosan összefügg az értelemnek a kialakulásával. Ebből következően azok az állatok, amelyek húsevők, azok az állatok, amelyek vadásznak, azok rendszerint értelmesebbek, mint a préda, mint a legelésző áldozat. És ebből következik az a tudásunk, vagy hát az a sejtésünk, hogyha egyszer minket meglepne itt egy távoli civilizációról érkező idegen entitás, akkor az nekünk a végünket jelenteni. Mert ez két dolgot jelentene. Az egyik az az, hogy annyira fejlett, hogy egy másik csillagrendszerből idejött, amire mi képtelenek vagyunk, tehát nyilvánvalóan fejlettebb, mint mi. A másik az az, hogy szinte biztosan előrefelé állnak a szemei, tud összpontosítani, már ha vannak ilyenek, hogy szemei, tud összpontosítani, tehát minden bizonnyal ragadozó. Mivel, hogy itt a földi evolúcióból ennyi tudásunk van, hogy itt a földi evolúcióban a ragadozók lesznek értelmesebbek, nincs semmi okunk arra, hogy azt feltételezzük, hogy egy másik civilizációban nem a ragadozók lesznek. Hát a környezetért érzékelésben ugyanaz az érdeke ott a prédának, meg a predátornak, hát, mint tud, itt. Ha tud összpontosítani, előrefelé állnak a szemei, ragadozó, és annyira intelligens, hogy egy másik csillagrendszerből idejön, akkor nekünk nincs esélyünk ellene. Ha csak. Nem arról van szó, hogy ő a tudatával érzékel, 360 fokos, sőt gömb szinten tudja, mi történik körülötte, és amúgy, a tudatnak a fókuszáltsága, meg ez a buddhista egyhegyűsége, az, hogy te eldöntöd, hogy mi az, amire koncentrálni szeretnél, és abban benne is tudsz maradni, az ugyanolyan, mint a látással kapcsolatban a ragadozóknál, hogy a tudatos ember, akinek már rossz szándéka nincsen, de fókuszál egy problémára, és tudod, fel akar dolgozni valamit, vagy meg akar érteni valamit, vagy egyszerűen meg akar figyelni valamit, az a tudatnak az olyan szintű használata, mint a ragadozó esetében a szem. Miért gondoljuk, hogy előbb jön el a technikai fejlettség, mint az erkölcsi fejlettség egy idegen fajnál? Hogy lehet, hogy mi magunk is, mire el tudunk utazni egy ilyen helyre, már nem azokkal a szándékokkal utazunk oda. Akkor már lehet, hogy nem egy olyan faj leszünk, aki vállat von, amikor átalakítja a Mars légterét, hogy majd oda beköltözhessünk meg, hogy mindegy, hogy lehet, hogy van ott valami jégbefagyott baktérium típus, de mindegy, ültetünk füvet, fákat, meg telelakjuk a bolygót. Jó lenne így gondolni a jövőre, vagy jó lenne így gondolni a civilizációra, vagy a civilizáció kimenetele, hogy az ember, vagy hogy a civilizáció tárgya legyen, bármilyen entitás, egyre magasabb színvonalon legyen képes együtt élni a környezetével, egyre együttműködőbbé váljon, ne az önmaga sajátságainak, vagy önmaga jellegzetességeinek az abszolutizálása, mindenre való kiterjesztése legyen a célja, hanem a sokféleség megőrzése és a harmónia biztosítása a világban. Egyelőre, amikor így
elnézem a civilizációknak a történetét a múltban, hát egyik sem jutott el erre a színvonalra. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel, Horváth Oszkárral és Kovács 4 Zolival itt a Spirit FM-en. Ugye a látás valójában, illetve a képalkotás valójában az agyban történik, ezt régóta tudjuk, olyannyira tudjuk, hogy a fizikájából adódóan azt is tudjuk, hogy a szem valójában fordított képet közvetít, ezt az agyunk fordítja vissza, és volt is egy ilyen érdekes kísérlet, biztos sokan hallották, hogy körülbelül ilyen két hétig ilyen képet fordító lencsét tartalmazó szemüveget viseltek alanyok, és szépen az agyuk visszafordított, tehát fejjel lefelé látták a képet, de két hét után rájött az agy, kb. Annyi idő kellett, hogy rájöjjön, hogy nem kell megcsinálni ezt a melót, és hagyta, hogy úgy menjen a kép, és onnantól kezdve pedig meg úgy láttak jól. De aztán levették a szemüveget, igen, és megint kellett két hét, hogy visszaszokjanak. És utána visszatették. Hú, ez egy nagyon kell. Amíg a macska nem hiszem, szólt, hiszem, én azt hiszem, hogy így egyébként meg lehet őríteni valakit. Tehát, hogy az élettől el tud fáradni a tudat. Vannak egyszerűbb módszerek kicsit is. Kicsit ilyen mechanikus narancsos sztori, ha ezt túl sokszor flippeled neki a szemüvegén. Igen. Van hasonló, ennél azért kellemesebb sztori. Ugye nem tudom, hogy mi a különbség, de azért sztorizgatok róla, mert hát én ülök itt, sajnos ez a helyzet, hol van a színtévesztés, amiről fogalmam nincs micsoda, de szokták mondani, nem ugyanaz, mint a színvak. De olyat ugye el tudunk képzelni, hogy azt a színspektrumot, ami tart az infra, vagy nem, mondjuk a vöröstől az ibolyáig, nem az infravöröstől az ultraibolyáig, hanem a pont, hogy a vöröstől az ibolyáig, elvileg ezt látjuk. De nem mindannyian pont, hiszen a hallással is úgy vagyunk, hogy valaki 25 Hz-től hal, valaki 110-től, és lehet, hogy valaki 19.000 Hz-ig hal, de lehet, hogy valaki 14.000-ig. És ahogy idősödsz, ez egyre szűkül, és a magas hangokat egyre kevésbé hallod. Na most ugyanez a látással is előfordul, és előfordulhat, hogy tegyük fel, hogy te az agyadban úgy értelmezed a vöröset, hogy az egy picit narancs, és az ibolyát meg már nem látod, de az előtte lévő kéket érzékeled ibolyának, tehát egy picit el van tolódva. De ez nem akadályoz meg abban, hogy egy festményt élvezz, mert azon ugyanaz a frekvencia jön abból a kékből, amit a Monet oda festett, mint amit te eddig kéknek gondoltál. De lehet, hogy tök más az a kép, ha ott kinyomtatnánk az agyadból, akkor másra gondolnál. És akkor ehhez képest akit színvaknak mondanak, aznak mondjuk nem a vöröstől az ibolyáig terjed az az a frekvencia tartomány, amit értelmezni tud fizikailag, amit a szeme beenged, hanem mondjuk a sárgától egy kicsit így plusz-mínusz, tehát mondjuk egy ilyen barack színtől egy békazöldig, ez szomszédja a sárgának, de nagyjából sárgáról beszélünk, és sárgában látja a világot, de valójában ő színeknek látja azt, viszont nem jön be információ olyan dologról, ami amúgy kék, meg ami igen, amúgy ibolyán. Csak akkor a jelzőlámpákat kéne megkülönböztetni, meg a kresztáblákat, akkor van belőle hát probléma. Hát akkor probléma van, és akkor erre kitaláltak egy olyan szemüveget, ami a teljes látható fényspektrumot összetömöríti arra a szűk spektrumra, ami mondjuk a te speciális esetedben a sárga és szűk környezete. Ez most nem, ez mondás? Vagy nem, csak próbálom, tehát, hogy leképezni, ugye leképezte a teljes spektrumot egy szűkebb spektrumra. Igen, és te utána már azon a sárgán belül, amit látsz, megkapod azt, ami jött a vörösről, a kékről, a zöldről, és az összes többi színről. És elkezded látni a színeket. És innentől kezdve látod a színeket. Lehet, hogy te nem fogsz tudni megkülönböztetni annyi pirosat, viszont sárgából rengeteget tudtál tök fölöslegesen, és az értelmezési tartományod oszlik fel újra, immáron az összes képi információ között, és színeknek fogod látni. Vannak ilyen videók, amikor emberekre ráadnak egy ilyen lencsét, 30 évesen, és életében először színeket lát.
Hát az megrendítő lehet. Az önmagában nagyon durva, hogy a vakoknak nem lehet elmagyarázni. Bizonyos, rengeteg mindent el lehet magyarázni, meg rengeteg mindent ki tudnak tapogatni, meg rengeteg mindent meg tudnak hallgatni, meg tudnak szagolgatni, meg tudnak, szájukba tudnak venni, érzik az ízét. Tehát egy csomó ingerületet tudunk stimulálni, és valami át tud jönni. És értelmezni de, tudják, amit mondasz, de érzékeltetni, de hogy a, tudnál. De ezt. A színeket nem. Az, hogy piros, az egy vaknak soha nem fog semmit jelenteni, és nem lehet elmagyarázni. Nem lehet elmagyarázni sem azt, hogy piros, sem azt, hogy látás. Lehet, hogy ezzel valaki nem ért egyet, aki nem lát. Én azt gondolom, hogy a hangokon keresztül tudsz magyarázni arról, hogy mit csinál a Doppler hatás, meg hogy milyen egy mély hang, meg milyen a visszavert hang, amiben kevesebb magas frekvencia igen, van. Tudsz magyarázni a Doppler több. Hatásról, de ő hullámokat fog látni, nem a pirosat. Uh-huh. Talán az, hogy valami élénk, vagy valamilyen markáns, vagy valami... Hát akkor az van, hogy vegyünk egy friss érzést, mondjuk, hogy arcon öntenek jéghideg vízzel, ez a piros. Uh-huh. Vagy az, hogy mondjuk... Az, hogy kellemetlen éles, ezt hanggal és tapintással is érzed. Uh-huh. És a piros ez, az, ennek az a leképeződése ez. A képzeletedben. Igen, de tudod, te a pirost rendeled ehhez. Más meg hozzárendeli uh-huh. ehhez a zöldet. És semmi értelme valójában annak, hogy... annak, hogy például, hogy meleg meg hideg színek. Tehát, hogyha elindulsz, ugye azt hiszem, hogy elindulsz ugye alulról, akkor a vörös, a sárga, ezek meleg színek. De aztán a zöld, meg a cián, meg a kék, ezek hidegek. Én nem tudom, hogy az ibolya, az minek számít. De, hát mivel, hogy a pirosnak, meg a, ugye a ibolya, hát most a lila, az a pirosnak, meg a kéknek a keveréke, ennél fogva az egy langyos szín. Hát most hogy is lehetne hát így hozod, mondani? Így hozod létre, de valójában a lila frekvenciája fölött már nincsen következő, amit látsz, és a kék az egy kicsivel alacsonyabb rezgésű fény, mint a lila. Míg a vörös az a legalacsonyabban rezgő fény, amit egyáltalán a szemeddel fel tudsz fogni. Na minden esetre ennek sincs sok értelme, és ha elkezdem most mondani a hangot, amit egyértelműen sorba tudsz rakni, hogy mi a mély dallamilag, tehát a zene szempontjából mi a mély hang, meg értelmezed, hogy a hangkép szempontjából mit jelent a mély hang, vagy mint egy felharmonikus mit jelent a mély hang, vagy hallasz egy dobütést, és akkor az abban van valami csilingelő az elején, de amikor úgy kirezeg, akkor már nem hallod azt az elején, azt a csilingelőt, mert az csak a dobverő volt, ahogy hozzáért, viszont a bőr az már mélyen rezeg. Ezt így érted, és sorba tudod rendezni a hangokat a mélytől a magasig, de azt, hogy elkezded mondani, hogy figyelj, hát ez itt sárga, és van mellett egy kék dolog, hát a kék az egy kicsit magasabb rezgés. Semmi értelme nincs, ezt nem kapcsoljuk össze soha. Ha te látsz egy kék labdát, meg egy sárga labdát, eszedbe nem jut, hogy melyiknek a fényfrekvenciája, melyik a nagyobb. Meg érdemes megkülönböztetni a fényt és a színt, hiszen a fény az, meg a szín tulajdonképpen egymás inverzei, mint hogyha egy érmének a két oldala lenne. A színek összessége az ugye a fekete. A színek hiánya a fehér. A fénynél pont fordítva van. A fény összessége a fehér, uh-huh. és a hiánya a fekete. A fény az ugye három színből áll össze, vagy három színre bontható, ugye ez az RGB. Ez a mi megoldásunk rá, mert a nyomtatásban ez ugye a cián, a bíbor, a sárga és a fekete. Az már a szín. Ja, értem, hogy te, de az ilyen filozófiai az dolog, amit szín, mondasz. Az már a szín. De ez meg a fény. Egy technikai megoldás. Igen, hogy mi a fényt a RGB-ből, vagyis a pirosból, a zöldből és a kékből állítjuk össze, uh-huh. legalábbis a monitoron. Uh-huh. A szín, az viszont meg a három alapszín, a piros, a sárga és a kék. És egyébként, ha jól emlékszem, akkor és a szín. A szín ne, az tehát, a... hogy úgy áll a dolog, hogy a piros és a kék az egyaránt a fénynek is, meg a színnek is az alapja, míg a fénynek a harmadik összetevője a zöld, a színé a sárga.
hogy ne kezdjünk elkeveredni, mert valójában az a kék a nyomtatásban cián, igen, és az a piros igen. valójában az bíbor, igen. És ezeknek az ugyanaz, és az árnyalatait, hogy az sötét vagy világos, az nem ezeknek a mennyisége önmagában hordozza, hanem a feketével lehet még árnyalni. Tehát az ott négy színkeverés, míg a monitorról három színből kapod az aktív fényt. Bekeverjek még egy dolgot, és még kevésbé tűnjünk valódi szakértőknek. Azt hiszem, hogyha a színek, az adott tárgynak a színe az a ráeső fény teljes frekvencia spektrumából az amit nem ver vissza. Én úgy tudom, hogy mindjárt érdemes. Amit elnyel? Na ez is para, hogy akkor ezt most hogy értelmezzük, hogy amit elnyel, vagy amit visszaver, de nyilván hát én azt hiszem, hogy amit visszaver. Én is úgy képzelem. Érdekes, akkor legfeljebb rosszul emlékszem. De gondolj bele abba, hogy mondjuk egy hőszigetelésnél, ha számít a szín, akkor a fehér jobban szigetel, mert az mindent visszaver. Tehát azt szokták mondani, hogy ha nagyon meleg van, akkor fehér pólót vegyél. Ugyanez. Mert az kevesebbet nyel el, az sokat ver vissza. Míg hogyha feketét veszel, akkor az meg nagyon fölforrósodik, hiszen a fénynek a nagyon nagy részét nyeli el, és kis részét veri vissza. Azt mondja itt tudásbázis sulineten, hogy mi a visszavert vagy áteresztett színek keverékét látjuk, ami természetesen függ a megvilágító fény összetételétől is, de így kezdődik meg, hogy tárgyak színét azt határozza meg, hogy a ráeső fényből miért és milyen arányban nyel el. Kiderült, hogy ez is bonyolultabb. De ez ugyanaz, hogy akkor a többit meg vissza fogja verni. Igen, de hogy valóban. Jó, és mi a helyzet az eozinmázzal? Igen. Ott kezdenek problémák lenni, ugye? Minden szögből egy picit másképp néz ki. Meg azzal a hajóval, amit nem tudom, a többiek mind láttak, és én soha. Én tudom, mire az gondolsz, a kép, hogy igen, ilyen sztereogram, vagy igen. Minek hívják ezeket. És te még tényleg soha nem láttad? Egyszer azt hazudtam, hogy láttam. Nem tudsz defókuszálni. Hallod, nagyon unalmas. Néztél már úgy drótkerítésre, tudod, ilyen csirkehálóra néztél már úgy, hogy azt hiszed, hogy a kerítést nézed, és aztán rájöttél, hogy mögé néztél, de pont annyira, hogy a két paralelogramma fedésbe került. Igen. És utána, és utána jól fókuszáltál. Volt már veled ilyen? Volt. Na, így kell ránézni azokra a hajós képekre, ami vagy hajó, vagy szék, vagy ami. Mehetek vissza 98-ban. Én 3-4 éve láttam először, mondom, most már rohadjon meg ott, ahol van. Én innen föl nem állok, amíg ezt ott meg nem látom. És akkor úgy nagyjából összejött. De a gimiben, szerintem, meg általános iskolában hozták ezeket a könyveket, és ugyanúgy voltam velük, mint a Randy, vagy kicsoda a Mallrats-ben, a Shop Show-ban, aki áll és nézi, tudod, a Kevin Smith filmben, és így ő nem látja. És én se láttam. Milyen szép hajó. Na most képzeld azt el, hogy mi van akkor, ha egy születésétől fogva látásképtelen embernek vagy beültetnek egy működő szemet, vagy pedig a működő szeme mögé beültetik azt a hiányzó alkatrészt, amelytől ezeket a képeket értelmezni tudja. Hát az idegrendszert összekapcsolják. Válik. Hát az elképzelhetetlen. Az elképzelhetetlen, hogy milyen lehet az, amikor valaki berendez egy belső képzetet, egy belső egy komplett világot képalkotást a látvány nélkül, mondjuk a pusztán a hallásból, a szaglásból, igen, összeállít egy ingerület felvevő bázist, ami által egy képet alkot a valóságról, és akkor megkapja a látványt, és az rászakad. Én nem tudom elképzelni, hogy ez elementáris katarzis vagy igen, szorongás. Igen, hogy ez iszonyatosan megterheli, vagy ez eufórikus. Uh-huh. Hogy itt az történik, hogy úristen, vegyétek el, ez túl sok, ez elviselhetetlen. Szerintem egyébként ezt félhomályban kezdik el vele. Nem hiszem el, hogy azt úgy érdemes, hogy kivisznek téged a napvilágra, és ott hirtelen beléd zuhan a világ. Mondjuk ilyen goabuliba. Ja. Nem vagy valami nagyon ingergaz, vagy ilyen lufi bohócos, vursliba. És nem elmondani, hogy egyébként nem minden nap néz ki így a világ, meg mindenhol. Igen, szóval, hogy én nem tudom elképzelni, hogy az milyen lehet, amikor valaki megkapja a látást mondjuk úgy, hogy 30 éven keresztül volt vak. Már... És tudod, ő teljes értékű volt vakon, hiszen sosem látott, nem veszített el semmit, és ő tényleg teljesen birtokolja a világot, úgy, ahogy mi a látásunkkal, hiszen ő sosem látott, az a mi aspektusunkból egy hiány, de az ő világa az úgy teljes, és ahhoz a teljeshez kap hozzá még
3000%-nyi ingert. Most ezt képzeljük el. Még a térlátás visszanyerése is sokkoló tud lenni. Láttam egy hölgy dokumentumfilmben, akinek ilyen agyi problémája volt, tehát a személy rendben voltak, és már 50-hez közel volt, amikor egy ilyen kezelés, ami hetente járt oda, egyszer csak egyik reggelre átbillentette, és kiugrott a kormány, beült a kocsiba, és kiugrott a kormány. Amikor megjött ez a képessége, szó szerint kiugrott a kormány a képből, amit eddig ilyen képet látott. És mondta, az élménye, mint a moziban, ahol egyszer csak 3D szemüveget veszel föl, és a cápa, cápa betámad az arcodba. És aztán mondta, hogy napokig úgy teltek a napjai, hogy nézte, hogy a mosogató felől, hogy ível a csap. Tehát mindenre rácsodálkozott, és ez még nem, és akkor hol lehet ez a hol az van ez a vakság és a látás közti szakadékhoz képest? Van az a könyvtípus, ilyen gyerekkönyv, amiben kivágva vannak ilyen kis konstrukciók, és ha kinyitod azt az oldalt, felépül egy ilyen kis házikó. Imádtam. És az a hősnőnknek nem épül föl. Tehát kinyitsz egy könyvet, és nem kinyitottak egy könyvet. Egy képes nyilván, könyvet. Ha körbejárja, úgy, nyilván, ahogy a galamb illegeti a fejét, akkor lesz róla egy képe. Mindig lesz egy flat. Vagy mint ahogy ezek a lidar szkennerek működnek, ami így, tudod, egy kamera, amivel ha egy picit mozogsz, akkor egy háromdimenziós képet alkot a tájról, amit lekameráztál, és ilyen szerkezetek vannak az önvezető autón, amit fel tudja építeni a makettjét színnel, formával, mélységgel, vastagsággal annak a környezetnek, amiben vagy. Én el tudom képzelni, hogyha én tök vak lennék születésemtől fogva, és megkapnám a látás képességét, először eufóriát éreznék, de mindig ott lebegne az, hogy azt akarom, hogy vegyétek vissza, mert a fogalmak, amiktől biztonságban éreztem magam, mostantól nem jelentenek valós dolgot. És újra kéne alkotnom mindent, ami a fejemben van, a maga látványából, ami eddig nem is létezett. És akkor dobhatom ki mindazt, aki voltam, és mindazokat az élményeket, amiket átéltem vakon. Van ez a mondás, hogyha belevilágítasz elemlámpával az éjszakai madárnak a szemébe, mondjuk egy bagolynak a szemébe, ott megvakítod. Hát, hogy a fény is csak miért relatív. Miért csinálnál ilyet? Hogy megvakítsd. Ma már a macskát megpörgetted. Azt akartam mondani, hogy attól szóval, hogy macskabagoly. Szóval, hogy az van, hogy azt gondolná az ember, hogy a fény az segíti a látást. Hát, de minden relatív, ugye? És ebben a szituációban is valami hasonló a helyzet. Igen, amikor kiég a nap, nem fogunk jobban tudni olvasni aznap. A Palatinuszon. Igen, azt hiszem. Tehát, hogy arról van szó, hogy meg lehet, hogy egy ilyen helyzetben az ember azt érzi, hogy ez annyira megterheli ez a rengeteg inger, hogy beleőrül. Hát az, ahogy mondtad, hogy egy talán fél homályban kezdik, az indokol. Tehát, hogy nem a Cirque du Soleil előadásán kell kezdeni, vagy a Krishna templomnak a fali festményeivel, hogy mi a helyzet, meg színetrippen, hanem így mondjuk a Budapest TV stúdiójában. Igen, én azt hiszem, hogy egy ilyen jó óvatosan, gyöngéden értően szoktatnak a látványhoz, a fél homályból szépen kivezetik a sötétből a fénybe, egy pár hónap alatt én azt hiszem, hogy alkalmazkodhat. Egyébként azért hajlok arra, hogy túlterhelést jelenthet eleinte, mert ugye az mindenféle emlékeink, azok a neuronhálunkban kialakult kapcsolatokként vannak jelen, és neki, tehát mindenféle emléke, ami eddig neki volt a látványról, a látvány helyett, ugye az most ugyanúgy foglal valamennyi helyet, oké, van még hely, rengeteg, de hogy hirtelen kell rengeteg új ilyen kapcsolatnak, szinapszisnak összekapcsolni, és kialakítani, és tárolni, ami, mert gőzöm sincs, ezt tudom képzelni, hogy milyen lehet. Hát itt merül föl valószínűleg a pszilocibin tartalmú gombáknak a potenciális hasznossága, hogy azzal újraépítheted. Tudod, az olyan szinesztézia élményeket okoz, hogy gyakorlatilag a hangokat is látod adott esetben, vagy akire ez így hat, és hirtelen ezeket a nagyon berögzült szinapszisokat felszabadítja, és azokon az utakon is lehet járni egy ideig, néhány órán keresztül, ahol nem szoktál, és akkor új asszociációid lehetnek, és lehet, hogy valakinek az emlékei gyakorlatilag már nem azt jelentik, ami az, ami, akkor itt fölmerül egy ilyen terápiás igény, már amennyiben ez ugye legális lenne.
Igen, persze, hogy, és főleg, hogyha belegondolsz, hogy azok az emlékek, amik úgy alakultak ki, hogy nem láttam, és akkor a tárgyakról ugye megvan, hogy azokat ő tudatosan nem fogod tudni törölni. Tehát még akkor is, hogyha tudod, hogy az egy szék most már a látványa miatt, valószínűleg az évtizedeken át beépült szék képe van a fejedben, ami felülírhatja ezt. Nem tudod biztos elfelejteni, de hát így vagy a Donatellás naptárral, meg az Ízeki megszerelmek című filmmel is. Hogy hát ez mindenkettőre pont így. Cannot unsee it, ugye így mondja. Köszönjük, hogy zavartunk, egyikünk se akarta. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk. És legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, JD-t, Juliant és Martint várjuk vissza itt, a Spirit FM-en, az önkényes mérvadó műsorsávjában.